Üdv mindenkinek, Jivi Cooper vagyok! Ez a 2023-as év első videója, a világ legbrutálabb csatorna 207. epizódja. A halálbüntetésre hivatalosan úgy tekintünk, mint a legsúlyosabb büntetési formára, amely az élet elvételét eredményező jogkövetkezmény, ez pedig a bűnösnek ítélt személy életének a kioltásában nyilvánul meg. Gyorsan leszögezem, ez a videó nem konkrétan globálisan a halálbüntetés történetével foglalkozik, ugyanis erről a témakörről várható a jövőben egy sokkal részletesebb epizód, amelyben alapvetően magáról a halálbüntetés intézményéről fogok beszélni, illetve felsorakoztatom az érveket eme büntetési forma mellett, illetve ellen. A halálbüntetés általános büntetési forma volt Európa szerte, ez alól pedig Magyarország sem volt kivétel, hazánkban a halálbüntetés egyidős volt az európai értelemben vett jogállamisággal. Árpád házi uralkodóink közül például első Szent István a rágalmazás, illetve az emberölés, míg első Szent László a lopás esetében alkalmazta ezt a büntetési formát. Hunyadi Mátyás idején halálbüntetés várt azokra, akik egyházakat szentségtelenítettek meg, raboltak vagy nemesi kúriákat fosztottak ki. De ugyanilyen sors várt a szegényeket nyomorgatókra, rablógyilkosokra, illetve arra, aki egy nemest megsebesített. Azt hozzá kell tenni, hogy eme királyok időszakában ezek a törvények életben voltak, a korszakból mégiscsak szorványosan lelhetőek fel megbízható források annak tekintetében, hogy milyen gyakorisággal alkalmazták ilyen esetekben a halálbüntetést. Valamikor a 16. században alakultak ki Magyarországon a minősített kivégzési módok, ilyen volt például a vízbefullasztás, akasztás, kerékbetörés, karóba húzás vagy megégetés. A legsúlyosabb bűn a rablógyilkosságnak számított, a bűnözés ezen formája az Alföldön és Kelet-Magyarországon volt leginkább megfigyelhető, a 18. században évente körülbelül 10-20 embert végeztek ki rablógyilkosság miatt. Akkoriban a kivégzések színházszerűek voltak, rendszerint ünnepnapokon hajtották végre, az ítélethozók és végrehajtók célja az volt, hogy a kivégzések amolyan tanmeseként, figyelmeztetésként szolgáljanak a többi ember számára, mint például az 1514-ben Temesváron megkínzott és kivégzett Dózsa György esete, aki azon év híres paraszt felkelését vezette. Az osztrák-magyar monarhiában jelentek meg először a halálbüntetés visszaszorítására tett kísérletek. Mária Terézia 1768-ban megalkotott törvénykönyve magát a halálbüntetést nem törölte el, ám megtiltotta, hogy a kivégzendő egyént kínzásoknak vessék alá. Habsburg lotaringiai Ferenc József Károly magyar király 1814. május 15-én kelt dokumentumában hasonló rendeletet hozott, a kivégzések előtt megtiltotta a kínzást és a csonkolást. 1843-ban egy BTK-javaslat kiszerette volna hagyni a halálbüntetést, mint büntetési formát, azonban ez a tervezet nem került elfogadásra. Az 1878-ban létrejött Csemegi Kódex módosította, hogy mikor szabható ki ez a súlyos büntetés csupán a gyilkosságra és felségsértésre korlátozta. Aztán jött a második világháború utáni időszak, amikor mondhatni elszabadult a pokol. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a politikai körök sokszor a saját maguk kénye kedve szerint ármánykodtak, ezért számos koncepciós per és ítélet született az elmúlt évszázadokban Magyarországon, amelyeknek a vége halálbüntetés lett. Hogy a politikai és köztörvényes elítéltek nevei nem váltak el egymástól, azt jól példázza, hogy Magyarországon elképesztő, de a kivégzések 90%-át mindössze 17 év alatt, 1945 és 1961 között hajtották végre. Az egyik csúcsidőszak 1950-től 1952-ig egybeesett a rákosi diktatúrával, míg a másik az 1956-os szabadságharc utáni megtorlásokat jelentette, amikor megvárták, míg a forradalomban ré résztvevő fiatalkorú srácok nagykorúak lesznek, és csak azután végezték ki őket, eme szörnyűségek egyik emblematikus alakjává vált Mansfeldt Péter, vasesztergályos szakmunkás tanuló, a megtorlások legfiatalabb áldozata. Az eseményekről a híres magyar punkzenekar, az Auróra is megemlékezett, a Romlott Világ című dalukban az alábbi sorok hangzanak el. Azt álmodtam én köptelekbe, rád meg a kötélvárt, megvárták, még nagykorú leszel, és végzett veled a párt. Az 1961-ben keletkezett BTK-ban 28 rendelkezés adott módot a halálbüntetésre, ez a szabályozás 1971-ben, majd 78-ban módosult, ezek már csak szinte szándékos emberölés miatt alkalmaztak halálbüntetést. És most lássuk, a halálbüntetés eltörlése előtt Magyarországon kik voltak azok a személyek, akiknek ügye hatalmas portkavart, utoljára végezték ki őket az országban, és mivel értemelték ki a legsúlyosabbnak tartott büntetési formát. 1945 és 1988 között több mint 1200 személyt végeztek ki Magyarországon, de ahogy említettem, egy részük politikai okokból, megtorlásként a hatalommal való szembenállás miatt érdemelte ki ezt a büntetési formát. Íme ezen a kis táblázaton látható 1980-tól 1988-ig kik voltak az utolsó emberek, akiket kivégeztek az országban, ám én nem sorrendben az utolsó négy szemét fogom bemutatni, hanem azokat az alakokat, akiknek ügye kiemelkedően nagy port vert fel, és a legnagyobb közfelháborodás kísérte brutális és döbbenetes tetteiket akiket érdekel évszám és település szerint 45-től 88-ig az összes kivégzett személy Magyarországon, annak javaslom az újkor.hu nevű weboldal Kivégzések Magyarországon 1945 és 88 között című cikkét, ahol részletesen végigböngészheti pontosan kit, mikor és hol sújtottak ezzel a büntetési formával. Akkor kezdjük is, ha kisé morbid szeretnék lenni, azt is mondhatnám. A hölgyeké az elsőbség. fejszés gyilkos. Így nevezte a 60-as években a korabeli sajtó egy szörnyűséges büntetel követőjét. Bizonyára sokan azonnal egy marcona, agresszív tekintetű férfira asszociálhatnak a megnevezés alapján, ám ez távolról sem fedi a valóságot. A fejszés gyilkos kifejezés egy törékeinek tűnő 53 éves asszonyt takar. Mivel Magyarországon az esetek túlnyomó többségében férfiakat végeztek ki, ha egy nő követett el olyan bűncselekményt, amiért ez a büntetési forma járt, akkor az érthető módon felkorbácsolta az indulatokat, és hatalmas viszhangot kapott. Ilyen volt Imré né elképesztő esete. A Biglo Erzsébet néven Napvilágot látó nő Györben született 1915-ben. A fiatal lány sosem volt egy tipikus angyali teremtés. 1936-tól 21 éves korától kezdődően lopások és csalások egész sorát követte el, és 50 éves korára elképesztő, de 17-szer büntették meg különböző vagyon elleni bűncselekmények miatt. Összesen kicsivel több, mint 15 évet töltött élete során büntetés végrehajtási intézetekben. Utolsó, 1967-es szabadulása után szerte az országban csavargott, végül gyöngyösön kapott munkát egy építkezésen. Itt ismerkedett meg egy Besse Imre nevű egyedül élő férfival, aki befogadta és hamarosan össze is házasodtak, így lett Bigló Erzsébetből Besse Imréné. Ugyanezen időkben ismerkedett meg az akkor 72 éves Kertész Lajosnéval, aki a gyöngyösi piacon árult a különböző portékáit. Kimondottan jó viszonyba kerültek, Erzsébet mamának becézte az idős nőt, aki gyöngyösön a harangozó utca négy szám alatt élt, és tekintélyes összeget rakosgatott össze élete során 70 ezer forintot. Besze Imréné, aki szabadulása óta rengeteg adósságot halmozott fel, azonnal felfigyelt Kertész Lajosné vagyonára. Elhatározta, hogy megszerzi a pénzt. Behízelgő modorával rábeszélte az asszonyt, hogy vegye ki a pénzét a takarékból és tegye más bankba. Kertész Lajosné így is tett, a 70 ezer forintjából 60 ezret kivett a pénzintézetből. Miután a tranzakció megtörtént, Kertész Lajosné nyomtalanul eltűnt. 1967. október másodikán egy rövid bejegyzés jelent meg egy gyöngyösi hírlapban. Özvegy Kertész Lajosné gyöngyösi piaci árus ismeretlen körülmények között eltűnt. A heves megyei rendőrség megindította a nyomozást. A hölgy eltűnését szállásadói jelentették, akik a piaci árus hölgyet utoljára szeptember 28-án látták. A hatóságok hamar kiderítették, hogy a piaci bódéját délután 4 órakor bezáró kertész Lajosnét utoljára Besze Imrénével látták együtt. Azonnal házkutatást tartottak Beszze Imre és Imréné közös lakásán. Ekkor előkerült az eltűnt Kertész Lajosné pecsétgyűrűje, a fáskamrában pedig egy fejszére leltek, amelyen a laboratóriumi vizsgálatok során emberi vért találtak. Ráadásul hamarosan kiderült, Besze Imréné egy jelentős adósságát 11 ezer forintot Kertész Lajosné eltűnése után szeptember 29-én ki is egyenlítette egy férfinál, akinek tartozott. Besze Imrénét azonnal őrizetbe vették. A nő mindent tagadott. Örjöngött, a rendőröket szidalmazta, és azt üvöltözte, ő nem gyilkos, míg rá nem bizonyítják. Erre nem kellett sokat várni. Három hónappal a tárgyalások megkezdése után beszélj kertjének minden centiméterét feltúrták, és a kert egyik sarkából előkerült az elásott kertész Lajosné holteste. A nyomozás szerint Besze Imréné 1967. szeptember 28-án a gyöngyösi lakásán kilenc fejszecsapással megölte Kertész Lajosnét, a holtest fejét pedig rongyba és nejlonzacskóba csavarta, ezután egy szalmazsákba varta, majd a kertben elásta. Nem sokkal ezután, hogy biztosra menjen, a kertjébe 13 dömper földet hordatott, feltöltve a kertet, hogy még inkább elfedje szörnyű tettének a nyomait. Az aljas asszony mindent tagadott, és az őt befogadó férjére akart mindent kenni. Azt állította, férje az igazi gyilkos, ő csak segített a holtestet elásni. Azonban a nyomozó kiderítették, aznap a férfi kora reggeltől egészen késő estig dolgozott, ezt számos tanú is megerősítette, ráadásul Besze Imréné semmi konkrétumot nem tudott mondani azzal kapcsolatban, mi bizonyítaná, hogy a férje a gyilkos. Az ügy hatalmas tömegeket vonzott, ezért a tárgyalásra a gyöngyösi járási tanács egyik termében került sor, amelyet tárgyaló alakítottak. Az ellene szóló egyértelmű bizonyítékok, illetve az ügyben meghallgatott 57 tanú vallomása alapján a kegyetlen, pénzéhes fejszés gyilkost Besze Imrénét halára ítélték, nyereségvágyból elkövetett emberölés, visszaesőként elkövetett csalás és hamis vád miatt. A nő kegyelmi kérvényt nyújtott be, ám a népköztársaság elnöki tanácsa ezt elutasította. Az utolsó kivégzett nőt Magyarországon, Bigló Erzsébetet, alias Besze Imrénét 1969. február 2-án akasztották fel az Egri börtön udvarán. Ha Sóslajos neve szóba kerül, akkor sokan, főleg az idősebb korosztály tagjai közül, akik a 70-es években még gyermekek vagy tinédzserek voltak, úgy emlékeznek, az utolsó halára ítélt Magyarországon a 37 éves Sós Lajos volt, holott ez távolról sem így van. Sós után még 22 szemét végeztek ki Magyarországon. Akkor sokan mégis miért gondolják úgy, hogy az említett férfi volt az utolsó halára ítélt Magyarországon? Nos azért, mert a férfi és büntársai olyan aljas és elképesztően brutális cselekedeteket hajtottak végre, ami a 70-es években egyedülálló volt Magyarországon. Gyilkoltak rendőrt, nőt, fiatalapukát, pénzügyőrt. Az ő nevükhöz köthető a magyar kriminalisztika legnagyobb hajtóvadászata, illetve a Sós Lajos féle ügy volt az első Magyarországon, amikor a nyomozati anyagok több ezernyi oldalát számítógépen rögzítették. A banda vezetője a hírhet Sós Lajos volt, ám a férfi azt állította, a bandában nem ő volt a legkegyetlenebb gyilkos. Sós Lajos 1943. szeptember 18-án Tiszaörsön született földműves szülők gyermekeként, akik a fiú négy éves korában Budapestre költöztek az egész családdal. Sós Lajosról már igen hamar kiderült, hogy nem lesz szülei büszkesége. Saját állítása szerint a csavargáson, naplopáson kívül semmi egyéb nem érdekelte. Az általános iskolából mindössze öt osztályt végzett el, de végül tizenévesen anyja nyaggatására kitanulta a gépkocsi vezetői szakmát, ám folyamatosan balhékba keveredett, 17 évesen került először börtönbe lopásért, és összesen 12 évet töltött börtönben autófeltörésekért és vagyon elleni bűncselekményekért. Sóstajos bűnözői pályafutása során legalább négy embert gyilkolt meg. Hivatalosan első gyilkosságát 1968 májusában követte el, állítása szerint korábban is gyilkolt, erről majd később. Ekkor egy pénzügyört gyilkolt meg egy Varga László nevű bűntársával. A következő gyilkosságához Sós mindig más társat választott. 1972-ben egy György József nevű férfival Török Bálinton betört egy idős özvegyasszonyhoz, akit brutálisan meggyilkoltak. Ekkor a férfiak mindössze egy táskarádiót és 100 forintot zsákmányoltak. Sós mindkét büntársát a börtönből ismerte. Korábban együtt ült Varga Lászlóval, György József fel pedig sopronkőhidán ült egy zárkában, a férfiak már a börtönben megegyeztek, hogy szabadulások után különböző bűncselekményeket fognak majd végrehajtani. A férfiak a gyilkosságaik során elképesztően brutálisak voltak. A pénzügyőrnek, akit azért töltek meg, hogy elvegyék tőle a fegyverét, levágták a fejét, majd a testével együtt egy erdőben eltemették. A szerencsétlen özvegyasszonyt folytogatták, majd Sós egy piszkavassal agyonverte. Sós 1979. júniusában követte el harmadik gyilkosságát, amolyan főpróbaként, mert a férfi egy nagyszabású rablást tervezgetett. Munkahelyén megismerkedett az akkor 19 éves német Istvánnal, aki azonnal szimpatizálni kezdett Sósal, német közölte vele, hogy bármiben benne van, ami pénzt hoz. Egy vecsési presszóban figyeltek fel egy ittas férfira. A fiatalember éppen harmadik gyermekének a születését ünnepelte, és Sós felfigyelt arra, hogy a férfi a pultnál 500-assal fizetett. Sós és német megbeszélték, hogy kirabolják a férfit. Miután az ittas újdonsült apuka elhagyta a presszót, a két bűnöző utána ment, sós elgáncsolta és késével nyakon szúrta, német pedig a földre kerülő fiatalember testébe többször beledöfött zsebkésével. A fiatalember meghalt, a két férfi 400 forintot zsákmányolt. A legnagyobb portkavaró gyilkosságukat két héttel a gyermekét ünneplő apuka megölése után követték el 1979. július 10-én. Sós már hetek óta figyelte a 17. kerületben az ülői úton szolgálatot teljesítő 45 éves Gyulai Károly főtörzsörmestert, aki rendszeresen az ott található őrbódéban posztolt. Mint említettem, Sós egy nagyszabású bankrablást tervezett, ehhez azonban komoly fegyverekre volt szüksége, és úgy határozott, meg kell szerezni Gyulai Károly géppisztolyát. Azon a július 10-i nyárestén Sós, Német István, illetve a török bálinti idősasszony meggyilkolásában résztvevő György József elgurultak a törzsőrmester örbódéja előtt, majd úgy tettek, mintha a kocsi lerobbant volna. Amikor a rendőr odalépett, hogy segítsen nekik, Sós hátulról többször fejbe ütötte, majd György Józseffel betuszkolták a hörgő rendőrt a csomagtartóba. Közben német berohant a bódéba, hogy kihozza onnan a géppisztolyt, ám a sötétben nem találta a fegyvert. A három fős bűnbanda a rendőr testével a csomagtartóban elhajtottak, és ecsernél megálltak, majd egy félre első helyen megásták Gyulai Károly sírját. Azonban a csomagtartóból kiemelt rendőr még mindig hörgött. Ekkor sós bicskájával elvágta a nyakát, majd elásták a férfi holtestét. A rendőr eltűnésének hírére több ezer rendőr és katona lett mozgósítva, helikoptereket is bevetettek a siker értekében. Három nappal később megtalálták a brutálisan meggyilkolt törzsőrmester elföldelt holtestét ecsernél. A helyszínen találtak egy olajos véres ronydarabot, egy vartburgból származó féltengeit, illetve gépkocsiról származó festéknyomokat. Három hónap döbbenetes tempójú nyomozás során 180 ezer ember lett kihallgatva, egy millió gépjármű lett megvizsgálva, és hamarosan képbe kerültek Sós Lajos és bűntársai. Először a 33 éves György Józsefet, aztán a 20 éves német Istvánt, majd a 38 éves Varga Lászlót, aki a pénzügyőr gyilkosságban segítkezett Sósnak 68-ban, tartóztatták le. Végül Sós Lajos is horogra akadt, neki 1979. október 8-án csattant a csuklóján a bilincs. Sós és társai semmiféle megbánást nem tanúsítottak a szörnyű gyilkosság elkövetése miatt, amikor Sóst megkérdezték, hogy miért vágta el a rendőr torkát, azt felelte: Hát, talán úgy gondolom, hogy azért, hogy ne ébredjen föl. Sós azt állította, 1963-ban a Dunába folytotta egy gyakori bűntársát, ám mivel erre nem volt bizonyíték, így ezért a gyilkosságért nem ítélték el. 1980. szeptember 10-én a legfelsőbb bíróság Sós Lajost és György Józsefet halára ítélte, Német Istvánt életfogytig tartó, Varga László pedig 15 évnyi fegyházbüntetést kapott a soha semmit meg nem bánó, kegyelmet nem kérő Sós Lajost és György Józsefet 1980. október 1 Budapesten akasztották fel. Említettem, hogy Sós azt állította, nem ő volt a legkegyetlenebb gyilkos a bandában. Ő azt mondta, a legőrültebb a 20 éves német István, akitől az összes bűntársa rettegett. Amikor ügyvédje megkérdezte Sóst, ugyan hogy lehet, hogy egy 20 éves fiútól 30 éves emberek rettegnek, Sós azt felelte. Ugyan, maga nem látta ezt a fiút gyilkolni. És a legújabb fejlemények tükrében Sósnak igaza volt. Német Istvánt 2000. december 16-án feltételesen szabadlábra helyezték. A férfi állítása szerint a börtönben megtért, szabadulása után Győrben segédkántor lett, azonban innen néhány hét múlva kirúgták. A férfi ezután megismerkedett egy nővel, akinek már volt egy lánya. A párnak hamarosan született egy közös fiúk is, és Tarna Szent Miklósra költöztek. Német 2013-ban került be újra a hírekbe, miszerint nemi erőszakot követett el nevelt lánya és saját fia ellen is, és rendszeresen zaklatta őket szexuálisan. Német ezért 15 évet kapott, ami az ügyészség szerint meglepően enyhe ítélet a bűncselekmény mértékét, illetve német előéletét tekintve. Azonban 2020-ban újra vádat emeltek ellene, mert erősen gyanúsítható, hogy német az elkövetője egy 2008-ban történt megoldatlan budapesti hajléktalan gyilkosságnak is. Az ő esete is hűen példázza véleményem szerint, hogy igenis születnek időnként eredendően rossz és aljas szándékú emberek, akik sosem fognak megváltozni. Javaslok nektek megtekinteni egy német István interjút, itt a Youtube-on megtalálható. Véleményem szerint egyértelműen látszik és hallatszik a férfin, hogy egy lélektelen, aljas pszichopata. Így a sós banda utolsó életben maradt tagja, Varga László időközben elhunyt, újra a rácsok vendég szeretetét élvezi. Mivel most 72 éves, valószínűleg élve már nem is hagyja el a börtönt, és azt hiszem, emiatt senki sem morzsol el egy könycseppet a szemes Magyarországon a kimondotta ritka bűncselekmények közé tartozik az úgynevezett álmokfutás, tömeggyilkosság, amikor egy ember egy adott időpontban egy helyen egyszerre kettőnél is többen embert meggyilkol. Főleg nem jellemző egy börtönben ilyen típusú bűncselekmény kis hazánkban. Éppen ezért hatalmas médiafigyelmet kapott egy 1984-ben a csillagbörtönben néhány perc alatt lezajlott három ember életét követelő álmokfutás. Az eset olyannyira döbbenetes volt, hogy a hármas gyilkosság híre a világ sajtót is bejárta, és számos európai országban is beszámoltak róla. A vére sámok futás elkövetője nem volt más, mint a hírhet és dühöngő Richter Richard. Mondhatni, a gyermek sorsa már születésekor megpecsételődött. Az 1956-ban napvilágot látó Richter Richard ugyanis bűnözői életmódot folytató családba született. Budapest egyik város részében az Angyalföldön éltek, a béketér környékén Rihárdnak kilenc testvére volt. A bűnözői életvitelben a család nagy része részt vett, rettegésben tartották a környezetüket, és gyakran azt hangoztatták magukról, hogy a híres Richter cirkuszi családdal állnak rokonságban, azonban ebből egy szó sem volt igaz, mindössze annyi, hogy Rihár nagyszülei egy időben dolgoztak a cirkuszban. Richard 9 évesen állami gondozásba került, ahonnan megszökött, szülei halála után pedig a testvérei bújtatták. Az iskolába is alig járt be, egy tanári minősítés így szólt a mindössze 10 éves gyermekről. Richter Richard alig jár be az órákra, sokat csavarog, kötekedő természetű, állandóan késsel jár, ha teheti lop, a kisebbeket pedig veréssel fenyegeti. Richter Richard folyton bugdácsolt, és az általános iskolából mindössze egyetlen osztályt végzett el. Folyamatosan kibejárt a börtönből különböző vagyonelleni bűncselekmények miatt. Tizenéves korára már 23 alkalommal került szembe a törvényel, 14 évesen pedig már bekerült a Kékfény című bűnügyi műsorba. Richter állandóan kötekedett és balhézott. 1979-ben, 23 éves korában pedig újra letartóztatták, mert egy kocsmai verekedés során késével hasba szúrt egy férfit. Áldozata túlélte, Richter pedig 7 évet kapott emberölési kísérletért. 1980. szeptember 16-án be is került a hírhet Szegedi Csillagbörtönbe. Azt hiszem nem lesz meglepő, amit most mondok, de Richter Rihárda börtönben Jottányit sem változott, sőt. Az alacsony termetű, de igen erős fizikumú Richter, aki állítólag egyszerre 200 fekvőtámaszt is le tudott nyomni, hamar a különösen nehezen kezelhető fegyencek kategóriájába került. Négy év alatt 31-szer büntették meg rendbontó viselkedése miatt. Tiszteletlenül beszélt a smasszerekkel, cellatársait pedig folyamatosan inzult át a tetleg és szóban is. Richter fegyelmező részlegekbe, magánzárkákba került, ám semmi sem törte meg, egy igazi dúvad volt, aki akaratát gyakran erőszakkal próbálta megérvényesíteni. Mint később kiderült, a vagány, agresszív, hányaveti viselkedés talán álca is lehetett, ugyanis igen komoly börtönpszichológusi jellemzés készült Richterről, amelyben leírták, hogy Richard rettegett attól, hogy lehallgatják, ezért gyakran keresett poloskákat a cellájában, illetve tartott attól, hogy haragosai vagy a börtönőrök meg akarják mérgezni, emiatt gyakran halálfélelem gyötörte. Ilyen előzmények után talán furcsának tűnhet, de Richter Richardot munkába engedték egy igen veszélyesnek számító üzemben. A fiatalember az alföldi bútorgyár csillagbörtön mellett lévő telephelyének műhelyében dolgozott. Richter pedig tervezett is valamit. A bútorgyárban egy olyan vaslemezhez jutott, amit némi csiszolással, élesítéssel egy késé alakított. Ez nem volt akkoriban példanélküli, hiszen sok más rab is csinált ilyen rögtönzött kést, mondhatni önvédelem céljából a többi elítélt ellen, ha esetleg balhéra kerül a sor. Richtert azonban rajta kapták, amikor éppen egy kést élesített, ezért másnap, 1984. október 19-én a rabot a fő művezetőhöz kísérték. Azonban Richard egyszer csak kiszakította magát az őrök szorításából, és a szerelő üzembe rohant, ahol korábban elrejtett két kést ezeket magához vette, és kezdetét vette véres álmok futása. Egy 38 éves őrre rárontott, akinek melkasát és nyakát összekaszabolta, a férfi nem sokkal ezután belehalt a sérüléseibe. Richter tovább rohant, és hasba szúrt egy másik ört, aki a szúrás miatt november 24-én elhunyt. Richard ekkor kirohant az udvarra, ahol összetalálkozott egy művezetővel, akit életveszélyesen megsebesített a fegyenc tovább rohant, a gépteremben, illetve a gépházban további két ört szúrt meg. A készáru raktár előtt Richter vizet kért az egyik raptársától, akinek ezt mondta. Megöltem három smasszert, ezért felakasztanak tovább rohant, ezután ismét megszúrt egy művezetőt, aki szintén belehalt a szúrásokba. Richter ekkor már nem csak az őrök, de saját raptársai is üldözték. Az őrjöngő Richardot végül az őrök és a rabok együttes erővel a gépterembe szorították, ahol végül a következő szavakkal adta át kését egy idősebb smasszernek. Maga volt az első művezetőm. Magát tisztelem, magának megadom magam. A tébolyút Richter tárgyalásán azt vallotta, hogy amikor kísérték a főművezető irodájához, azt hitte, az őrök meg akarják majd verni, ezért elborult az agya. Az álmokfutásból állítása szerint semmire sem emlékszik, csak arra, hogy szalad és szúr, szalad és szúr, szalad és szúr. Örjöngésének három halálos áldozata és három súlyos sérültje lett. Richtert a szakértők tárgyalásra alkalmasnak találták, aki nem szenved semmiféle elmebetegségben vagy mentális problémákban. Richter a tárgyalások alatt 10 kilót fogyott, fizikailag meggyengült, ám olyan veszélyes rabnak minősült, hogy a tárgyalások alatt egy percre sem vették le róla a kéz és lábvasakat. Az első fokon eljáró Csongrád megyei bíróság 1985. január 8-án Richtert halára ítélte, a legfelsőbb bíróság az ítéletet helyben hagyta. Viktor Hartot 1985. február 26-án a Szegedi Csillag Börtön udvarán felakasztották. A férfi pofátlanságára jellemző, hogy amikor a kötelet a nyakába tették, összegyűjtötte a nyálata szájában, hogy leköpje a vele szemben álló, akasztásra parancsot adó bírót, ám a nyaka körül megszoruló kötél ebben megakadályozta. Bár elterjedt, hogy Richter Richard volt az utolsó rab, akit kivégeztek a csillagban, ez nem igaz, ugyanis egy szentesi, Kókai Barnabás nevű elítéltet végeztek ki utoljára két ember megöléséért 1987. szeptember másodikán a hírhet börtön udvarán. Vadász Ernő neve talán csak a kriminológiában legjártasabb emberek számára lehet ismerős, holott a férfi igencsak kétes hírnévre tett szert a magyar bűnügyi történelemben. Ő volt a legutolsó személy, akit Magyarországon kivégeztek hivatalos eljárás keretében. Vadászernő 1960 május 6-án született, és Tiszacegén élt, ahol hírhet volt munkakerülő és csavargó életmódjáról. Már egész fiatalon elkövetett kisebb vagyon elleni bűncselekményeket többször került néhány hónapra börtönbe, ám amikor szabadult, ugyanott folytatta, ahol abba hagyta. Tiszacegén az emberek gyűlölték és rettegtek tőle, mert a férfi sűrűn ivott, olyankor pedig állandóan kötekedett és hamar eljárt a keze is. Egyetlen jó barátja volt, Lakatos István, aki ugyanolyan csavargó, italozó életmódot folytatott, mint Ernő. Várható volt, hogy egyszer valami nagy és súlyos dologba fognak belekeveredni, ez 1986. november 10-én be is következett. Azon a napon a 26 éves vadász és Lakatos István egy helyi kocsmában találkoztak, ahol indikeztek és a betérő vendégeket figyelték. Ugyanis oka volt, hogy a két csavargó aznap ült be a kocsmába. Sokan azon a napon kapták meg a fizetésüket, a két férfi pedig úgy határozott, valakit ki fognak rabolni. Kiszúrták az egyik, a presszóban iszogató vendéget, akiről tudták, hogy egyedül él. A két csavargó elhatározta, hogy az éjjel be fognak törni az ittasnak tűnő férfihoz. Még aznap este be is törtek hozzá, ekkor még nem öltek 350 forintot, néhány borotva pengét, és egy órát loptak el a házból. 1986. december 10-én a két csavargó tiszatsége több különböző presszójában is feltűnt, az egyik helyiségben pedig felfigyeltek egy helybéli, Juhász Imre nevű férfira. Vadászék azt feltételezték, hogy Juhász Imrénél tekintélyes mennyiségű készpénz van. Mivel Juhász meglehetősen ittas volt, vadászék úgy határoztak, hogy kirabolják amikor Juhász hazafelé indult a kocsmából, követték, majd útközben megtámadták, és szerencsétlen férfit addig rúgták és ütötték, míg végül Juhász belső sérüléseinek következtében elhalálozott. Vadászék mindössze fél liter pálinkát találtak a férfinél, ezért kellett Juhász Imrének meghalnia. A két dühöngő csavargó ezután betört a helyi vendéglőbe, ahonnan 3500 forintot zsákmányoltak, és elvitték az étterem zsebszámológépét. A két bűnözőnek, mint említettem, nagy híre volt Tiszacegén, ezért a rendőrök a fennálló bizonyítékok alapján igen hamar, 1987. január 6-án le is tartóztatták a gyilkosság és a betörések miatt. A halottké megállapította, hogy vadászék konkrétan PP verték szerencsétlen Juhász Imrét, aki a helyszínen belehalt a támadásba, szó szerint agyonverték. A Hajdú Bihar megyei bíróság 1988. január 12-én hozta meg az ítéletet. Vadász különös kegyetlenséggel, előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés, két rendbeli rablás, valamint lopás büntette miatt halára, még társát, Lakatos Istvánt 18 év fegyházra ítélte. Mindketten fellebbeztek, vadász kérvényezte, hogy büntetését változtassák életfogytiglani fegyházra, lakatos pedig büntetésének csökkentését akarta elérni. A népköztársaság elnöki tanácsa ezt elutasította, minden maradt az eredeti ítéletek szerint. Természetesen akkor még senki sem tudta, hogy vadász Ernő lesz az utolsó kivégzett személy Magyarországon, így kivégzése alig néhány sornyi cikket érdemelt pár újságban. 1988. július 14-én hajnal 5 órakor az utolsó magyarországi ítélet végrehajtó akasztotta fel a gyilkos vadász Ernőt, az utolsó Magyarországon kivégzett elítéltet a budapesti fegyház és börtönudvarán. A legtöbb újságban mindössze ennyi jelent meg. Végrehajtották vadász Ernő 28 éves tiszacsegei lakos halálos ítéletét tegnap hajnalban. Kis érdekesség, hogy az utolsó ember, akit Magyarországon halálbüntetésre ítéltek, a 22 éves lentiben sorkatonaként szolgáló kartos aladár volt, aki kegyetlenül meggyilkolt egy 11 éves kislányt, ám az ítéletet már nem hajtották végre rajta, ugyanis időközben megszűnt a halálbüntetés. Kartos aladár 2008-ban szabadult, ám 2018-ban szombathelyen kirabolt egy dohányboltot, ezért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1990. október 24-én a Magyar Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a halálbüntetés intézményét, így ez a büntetési forma eltörlésre került. A halálbüntetés semmilyen körülmények között nem alkalmazható, legyen szó bármilyen súlyos ügyről vagy rendkívüli időszakokról. Ez idáig körülbelül 142 országban került eltörlésre a halálbüntetés, és körülbelül 56 országban még mindig alkalmazzák ezt a büntetési formát. Mint említettem, várható magáról a halálbüntetés jogosságáról vagy jogtalanságáról egy teljes videó, de én most feltennék egy gyors kérdést. Van, aki szerint a videóban bemutatott gyilkos, rabló, ámokfutó alakok nem érdemelték meg a halálbüntetést. Jó magam ezen álláspontomat most nem fejteném ki, hiszen az már egy másik történet. Nektek mi a véleményetek a videóban elhangzott bűnesetekről, illetve alapvetően a halálbüntetésről? Gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kell iratkozz fel ide, és a GV Cooper History csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook oldalt. Ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat, a GV Cooper egyperceseket, illetve egyéb érdekességeket tekinthetsz meg. Köszönöm szépen minden csatorna tagnak a támogatást. Jövő héten folytatódik a Magyar Hónap, Magyarország egyik legdöbbenetesebb, leghírhettebb bérgyilkossági ügyéről fogok majd beszélni. Jövő héten találkozunk, addig is szép napot, sziasztok!